Én nagyon már előtte profétáltam, mielőtt én tudtam, hogy profétálok, és én azt szeretem Istenben nagyon többek között, hogy akar beszélni hozzánk. Tehát nem a profétálás az ott kezdődik, az értékelése is, amit én nagyon élvezek, hogy van egy Isten, aki megteremtett és nem itt hagyott, hogy valahogy majd kiúszol a partra. De az egyszerű ember, amikor vitték a hajóútra, aztán kérdezte, hogy tudsz úszni, cigány? Nem tudok. Hát akkor mégis bevállalt azt, hogy az utat, és elsüllyed a hajó, és a mentőcsónakkal mennek ki a partra, és aztán a roma már kint van. Hát a cigány azt mondta, nem tudsz úszni, hogy jöttél ki? Hát azt mondja, én nem tudok úszni, én csak imádkoztam. Ja, Istenem, ments meg, a többi engem nem érdekel. Tehát, hogy... És hogy ez csak azért, hogy fölébredjetek. Megállapítottuk, hogy a kajakóma nagyon beütött a terembe. Jó, fölébredtetek? Akkor ki a következő szolgáló? Tehát azt érezem Istenben, hogy akar szólni. Hogy a gyerekeinek tekint bennünket, és én is akarok beszélni a gyerekeimmel. És olyan jó, amikor a gyerekekkel tudok kommunikálni. Amikor én mondom nekik a dolgokat, akkor az annyira nekem nem tetszik. És én szeretem, hogy ők szólnak. És Istennel azt élvezem, hogy a Joelnél azt ígérte, és aztán Péter megerősítette, hogy profétálni fognak fiaitok, lányaitok, és a profécia az, hogy Isten mond valamit, te ezt megérted, és aztán továbbadod. És ennek egy magasabb szintje az, ami nekem úgy tetszik, amikor szól hozzád az Isten, és rólad szól. Amikor rólad beszél. Amikor Isten szól hozzád, és ez is egy profétai kijelentés, valamit az életedre mond, és azt mondja, hogy azért mondom most neked, hogy te kezdj valamit az életeddel, ugye, mert nem ülnénk itt ennyien, vagy lehet, hogy sokkal többen, ha Isten úgy tudna szólni hozzád, hogy na most ő az, most arra menj, most erre rendezzel, ne menj el, mert itt csak tragédia lesz, de oda menj el, mert ott van valaki, akivel fogsz találkozni, szóval én most csak végleteket mondok, hogy olyan jó, hogy Isten ilyen módon tudna szólni és megérinteni bennünket. De ez úgy kezdődik, ez a hangnak a meghallása és megértése, hogy azt mondja neked, hogy menj, adj egy pohár vizet ennek a szegénynek. Vagy menj, kérj bocsánatot. Vagy menj, és segítsd elvinni a szatyrot. Vagy menj, és bocsáss meg neki. Tehát Isten szól hozzánk, szólongat bennünket olyan, ami nekünk fontos, azért, hogy a jellemünk fejlődjön, meg a hallásunk. Mert ha félre hallod az Istent, és hozzámész a szerencsétlen háromlábú pupos Ürgéhez, és utána azt mondta, hogy az Isten mondta, mert te félre hallottad, akkor bajba kerülsz. Isten szeretne hozzánk egyértelműen szólni, hogy jó legyen a hallásunk, hogy értsük őt. És ez egy profétai módon történő élet. És a legtöbbször a gyülekezetekben az a baj, hogy a profétákat az egek kiemelik, meg az apostolokat, meg a szolgálókat, pedig ugyanolyan emberek, mint mi, meg te, csak ez egy ajándéka van. Ez az elhívása. Emberként ugyanolyan. És Isten használja, Isten használja az ő ajándékát a Szentlélek által, nem az ember használja. Értitek, hogy ez egy óriási különbség? És ilyen tekintetben Isten akar hozzánk szólni, és a saját életünkre vonatkozóan. És talán fontosnak tartom azt megérzni, hogy kezd el magadba fejleszteni azt, és akkor ne azt mondjuk, hogy a profétát, meg a profétálást, hanem kezd el magadba fejleszteni azt, hogy meghalld Isten hangját. És az úgy kezdődik, hogy Isten fog küldeni, és az a küldés, amit mondott az Attila, hogy bátorít, épít, hogy ő nem fog szólni olyat hozzá, hogy menj, és mondd meg neki, és rúg bele a bokájába, és mit a negatív dolgokat, hanem csak építés dolgokat mond, és akkor egyre nehezebbet mondja egyszer. Mentem egy házaspárhoz, eltűnően meséltem, és baj volt az életükkel, és hogy mentem, mint pásztor elbeszélgetni. És amikor beléptem a lépcsőházba, hogy felmegyek, akkor szólt az Úr hozzám, hogy hát a házassággal, a szexuális életükkel van baj. Na ne, mondom már ne. Hát mondom, és felmegyek a szobába, bemegyek, és akkor mondják, hogy hát megromlott a házasságuk, széket dobálnak, tányért dobálnak, keresztények. Egymásra, mit tudom, ilyen intenzív életet éltek, és érted, már végén már nem is hallottam, hogy mit mondanak, mert csak arra figyeltem, hogy a szexuális életükkel baj van. És nagyon nehéz, így ott ülsz, és ott van a pár, és nézed őket, és akkor elképzelsz mindent, és akkor most hogy vezeted ezt elő? És akkor, amikor már nem tudtunk dőlőre jutni a vitába, akkor azt mondtam, hogy gyere, a szex rendben van.
És akkor síri csend lett, és akkor elkezdtek erről beszélni, és hála jó Istennek, hogy nem én oldottam meg a problémát, elmentek szexuálpszichológushoz, aki segített nekik, és aztán utána helyreállt ez a dolog kettőjük között, és elmaradt a székdobálás, mert a tányérdobálás is, és jól élnek. Aztán volt egy olyan, amikor egy özvegyasszonyhoz mentem föl, és ilyen családlátogatás, és szólt az úr, hogy gyerekkorában, fiatal lánykorában a saját édesapja megerőszakolta. Elmondom, ezt nem hiszem el. És felmentünk, és nagyon elkezdett beszélni, nagyon sírt, zokogott, alig tudott megszólalni, és akkor majd sejtettem, hogy valami ilyesmi lehet, és akkor azt mondta, hogy elmondok valamit, amit a saját gyerekeim se tudnak, és nem tudom feldolgozni, ő 64 éves, és még mindig ezzel küzd, hogy 50 évvel azelőtt mit csinált az édes 52. És tönkrement minden élete, minden kapcsolata, minden házassága, minden tönkrement, az egész tönkrement, mire el tudta ezt mondani, de nem tudta úgy kimondani, csak ahogy nekem Isten szólt, úgy mondtam neki, segítettem őt ehhez a szüléshez, vajudással, és ugye megszült ezt a dolgot, és felszabadult ez alól. Tehát most, és ez nem az én érdemem, nem a te érdemed, hanem az Istennek az érdeme, hogy akar szólni hozzánk, akar szólni más emberek érdekébe, de akar szólni a te életedre is. És jó lenne Istentől vezetetten élni, Istentől vezetetten nem félelemből beszélgetni, társalogni, hanem egyszerűen bátran a Szentlélek által, mert Isten gondot visel rólunk. Amen. És ezért én arra bátorítanám benneteket így ebéd után, 2:30-kor, hogy ígyatok egy kávét, akkor talán felébredtek a kapucsinót. Nem, arra bátorítanak, nem, hogy se rossz poénok, mert ébrezgető. Tehát, hogy arra bátorítanak benneteket, hogy merjétek egy picit hallgatózni, jó? Tehát már az itt föntről. És hogyha annyira jó az Isten, nem is tudom elmondani, hogy milyen jó, de annyira jó az Isten, hogy ha rosszul hallasz, de látja a szíved tisztaságát, hogy tényleg őt keresed, akkor nem engedi meg, hogy hülyeséget lépjünk. Olyanok vagyunk Isten szemében ilyenkor, mint amikor gyerekünk járni tanul. Ha valamelyikünknek van gyerek, akkor tudja nagyon jól, hogy csetlik, botlik, az első lépések nem úgy mennek, leveri az asztalt, és de te szülőként mindig ott vagy, elkapod, megfogod. Tehát ő nem tudja, hogy elesik és beveri a fejét, de te már látod szülőként. És odaugrasz, mielőtt, érted? És így képzeld el, hogy te akarsz hallani Istentől, és mindig mondtam Istennek, Uram, szólj hozzám egyértelműen, tudod, hogy hülye vagyok. Ha nem jó hallom, én megcsinálom. És hogy nekem úgy mond, hogy én nekem még nem tökéletes a hallásom, nem ismerek szívről szívre minden, csak én keveredik az érzelmem, a fantáziám, a vágyakozásom, meg a hitem keveredik így az egész bennem, és akkor én akarlak hallani, én akarom csinálni, amit te mondasz. Na erre van az, amikor az Isten ilyenkor, hogyha rosszat is tennél, rosszat is gondolnál, oda lép, mielőtt mi megcsinálna azt, mert látja, hogy hitből csinálod. Látod, hogy ki akarod magad szolgáltatni Istennek, és ezért nem szabad félni. Amen. Nem félünk. Rá van írva a karodra, hogy? A többi az nem az? Tehát csak ennyien vagytok normálisak? Már ne idegesd, mert az egész reggeli, délelőtti alkalom semmit nem ért. Tehát rá van írva a lelki karszalagra, hogy normális vagy. És ez minden normális gyerekét az Isten vigyázza, óvja. Úgyhogy ezért lehetek bátrabb, kicsit olyan lendületesebbek lenni. Kicsit elhinni, hogy igen, van élet, és hogy tudsz boldog lenni, és hogy az Isten ebben nagyon benne van, nagyon partner, és ő ezt akarja. Amen? Na így, lehet, gyere, Attila, fejezd be. Gyere. Nem, csak még eszembe jutott valami. Egy gyakorlati tanács, ami nekem sokat segített, hogy ha olyan helyzet lesz, hogy mondjuk imádkozol valakiért, a társadért, vagy profétálsz, akkor nagyon fontos, hogy amikor elkezdesz imádkozni, próbáld meg az első szót meghallani, ami egyből jön. Mert ez nagyon sokat segít, mert utána elkezdesz agyalni és gondolkodni, és az sokszor elvisz. És általában az ajándék nagyon sokszor úgy működik, sokszor nekem Isten csak egy szemét mutat, hogy kinek kell profétálni, de nincs meg az üzenet. És ilyenkor ki kell lépni. És sokszor azt sem tudom, tehát ez a jó, mert ez a hit lépése. Hogy nem ismeretből akarunk valamit mondani, mutat egy szemét. Egyetlen egy szó sokszor elég, gyakran kapok egyetlen egy szót.
mit tudom én, volt ilyen, most hirtelen ez jut eszem, hogy árva. Egy ilyen szó. Amikor kimondom ezt, hogy árva, akkor Isten beindít egy gépezetet, és elkezdem mondani. És nagyon érdekes, mert amikor mondom, az agyam gondolkodik, hogy de érdekes, miket mondok én. Mert érzem, hogy nem én mondom, de kívülről hallom, hogy olyanokat mondok, amit én nem tudok, de tehát, hogy Isten beszél rajtam keresztül. Tehát nem úgy kell elképzelni a proféciát, hogy 24 mondatot előre megkapsz, és akkor egyből így mondod, hanem egy szó, egy gondolat beindítja az Istent, a hit, ez a hit szava. Egy kis hit szava nagyon sok mindent be tud indítani az életünkbe. Ez csak egy ilyen gyakorlati tanács. Tehát sokszor egyetlen egy szó, egy mondat, egy gondolat nagyon sok mindent be tud indítani, és ehhez kell a hitünk, hogy használjuk. Úgyhogy röviden ennyit. Köszönöm. Mondtam.